Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 18-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Először is megtekintjük a hármas számot. Mi ennek a jelentése? Ez lehet egy harmadik személy, aki befolyásolja őt. De ez a hármas szám mutathat még valamit. Hogy meglegyen a biztonság érzete, vagy az anyagi biztonság, kell még lépéseket tenni. Ezt az alapot, ezt a biztonságot a négyes szám jelenteni, de itt a hármas számról van szó. Tehát kell még idő, meg kell az, hogy tegyünk ezért valamit. A képen látható kelyhek utalnak az érzelmekre, és itt kell az egyensúly. Az is, hogy ne hagyja, hogy mások befolyásolják őt, vagy tegyen döntéseket. Ha ez tényleg egy jó tanács, vagy egy jó kapcsolat, akkor az segít neki, és így elérheti a céljait, meg lesz a biztonság az anyagiak terén is, és az érzelmek terén is. Viszont, ha ez a befolyás nem előnyös, akkor hátráltatja őt. És ő most itt döntéseket hoz, kiben bízhat, kiben nem. De hallgatnia kellene az érzelmeire, a belső hang súgja ezt neki. Erre utalnak a kelyhek. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Ezen a kártyán van egy szerelmes pár. Itt mély érzelmekről, szerelemről van szó. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. A kettes szám utal a párkapcsolatra, vagy egy szerződésre. Mert itt érmékről is szó van, ami az anyagiakat illeti. A háttérben van két hajó. Ezek a remények, a lehetőségek. Ő választ két ajánlat között. Itt nem párkapcsolatról van szó ennél az ajánlatnál, hanem munkahelyi viszonyokra, mert az érmék erre utalnak. Ő most egy lábon áll. Úgy közli a dolgokat veled, mintha ő bizonytalan lenne, és választania kell, ami a munkát illeti, és kell, hogy rendezze az anyagiakat. És az, ahogy ő most viselkedik, bizonytalanságokat vált ki nálad, mintha neki még időre lenne szüksége, amíg döntéseket hoz. Holott láthatjuk, hogy ő szerelmes beléd. És mivel ezt nem mondja ki nyíltan, ti arra gondoltok, hogy van egy harmadik személy, egy másik hölgy a háttérben, ahogy az első kép ezt mutatja. De nem biztos, hogy ez egy hölgyre utal, mert a képeknek szimbolikus jelentése van, és jelentheti az ő tartását is, vagy a külső befolyásokat. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a park jelenthet egy parkot, vagy a természetet. Ez lenne most fontos kimozdulni. De most vannak ezek a nehézségek, mert nem úgy tudunk mozogni vagy utazni, ahogy szeretnénk, emiatt a koronavírus miatt. Ez a park jelenthet mást is, a nyilvánosságot, az lehet internet kapcsolat is. És ez lenne fontos, hogy valami kiderüljön, hogy valami a nyilvánosságra jöjjön, vagy megvan az a vágy, hogy kimozduljatok,
és élvezzétek a természet szépségét. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, ez egy videó felvétel. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!